A gazdaság újraindításáról tartott sajtótájékoztatót a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara. A kamara elnöke Bihal Tamás összefoglalta, hogy az adatok alapján megyénkben milyen hatással volt a pandémia a vállalkozókra és az egyes szektorokra, valamint a nemzetközi kereskedelem változásait is bemutatta, és hogy ez milyen változásokat fog hozni az emberek életében. A megye gazdasága átvészelte ezt a rendkívüli helyzetet, ami nagyobb és súlyosabb, mint a 2008-as vagy 2009-es válság volt. Más természetű, de a hatása az talán még nagyobbat ütött. Munkanélküliségi mutatók persze megugrottak több mint 4000 emberrel a 2019 évvégéhez képest. Ez egy 11%-os növekedés, de itt is azt látom, hogyha a szerkezete az álláskeresőknek megfelelő lenne, képzettség, munkára való hajlandóság tekintetében, akkor ezt a megye ipara föl tudná szívni, hisz nagyon sokan munkaerőt, munkatársakat keresnek. Voltak olyan szektorok, vállalkozások, akiknek a pandémia alatt lendült fel a kereskedelmük. Ilyen például az informatika, online kereskedelem, valamint az egészségügyi cikkeket gyártók. A másik táborba tartozott a vendéglátás, utazási irodák és azok a munkahelyek, akik emberekkel dolgoznak nap mint nap. Ebben nincs sok különbség az országos tendenciáktól, tehát nyilván az informatika, az online kereskedelemmel foglalkozók, a egészségügyi cikkeket gyártók, gyógyszergyártók voltak a nyertesek, vagy a digitalizáció bármilyen szolgáltatásával összefüggő cégek. Hát a vesztesek egyértelműen a turizmus vendéglátás, ez Magyarországon szó szerint a földbe állt, Budapesten különösen, Borsod megyében is, de nem olyan mértékben, mint az országos átlag. Nagyon visszaesett a külföldi lényegben megszűnt, tehát és minden olyan vállalkozás, aki az emberek mozgásával kapcsolatos szolgáltatást végzett. A nemzetközi trendek folyamatosan változnak, ez pedig sok esetben befolyásolja a gazdaságot az országokban. Ennek hatása, hogy nőnek az élelmiszer vagy az építőiparban az árak. A globális értékláncok azok át fognak rendeződni, mind földrajzi, mind pedig technológiai értelemben ehhez alkalmazkodni kell. A legnagyobb problémát, ami most azonnal üt, az a igen jelentős alapanyagár, nyersanyagár emelkedés jelenti. Több mint 20%-kal brutális számok forognak, ami a beruházások vagy a kivitelezések megvalósításánál szinte kezelhetetlen, mert hétről hétre egy nagyságrendi emelkedés történik a acél termék árában, vagy bármilyen anyagban. Ezt a élelmiszer árakban is meg fogjuk sajnos szenvedni. A kamara szerint az oktatást és az egészségügyet minden szempontból szükséges fejleszteni. Hát az oktatást azt első helyen kell, hogy megemlítsem. Nyilván az egészségügy az nem feltétlenül kamara feladat, de az oktatás az egy alap dolog, hisz minden cégnek ehhez a megváltozott világhoz stratégiát kell készíteni. Ez egy új menedzser szemléletet igényel. Egyszerűen el kell készíteni a B-terveket ahhoz, hogyha beüt valami krak, és ez látható, hogy pillanatok alatt, hisz március 5-én még nem gondoltuk 2020-ban, hogy egy hét múlva a teljes leállásba leszünk. Amennyire lehet készülni ezekre, akkor erre készülni kell. A szakemberek bíznak abban, hogy minél hamarabb, de előreláthatólag a 2022-es évre visszatérhetünk ahhoz az élethez, amit 2019-ben magunk mögött hagytunk.